Keleti szomszédjainknál ismét csúcsra járatják a magyar ellenességet, most a kárpátaljai diákokat támadják. A napokban az egyik hazai portál birtokába került egy olyan levelezés, amit az ukrán oktatási minisztérium, azon belül is Okszen Lisovi miniszter kézbesített, és amelyben gyakorlatilag az ukrán iskolákban a magyar diákok és tanárok egymás közötti magyar nyelvű beszélgetését tiltanák. Az ukrán oktatási miniszter által írt levélrészlet így szól. Az államnyelvet alkalmazni kell. A tanárok, előadók, más a közoktatásban dolgozó személyek és a tanulók oktatási folyamatban való részvételére, valamint az egymás közötti érintkezésre. Ukrajnában nem most kezdődött a magyar ellenes törvényalkotás, hiszen a 2017-es oktatási kerettörvényben előírták az addigi egynyelvű oktatás helyett a nemzetiségi iskolák részére a tantárgyak egy részének államnyelven való oktatását. Majd 2019-ben elfogadták az ukrán, mint államnyelv működésének biztosításáról szóló törvényt. Ez a jogszabály kifejezetten diszkriminatív, és minden polgári jogelvnek ellentmondva a kisebbségek korábban szerzett jogait degradálja. A magánbeszélgetéseken, illetve az egyházi szertartásokon kívül mindenhol kötelezővé tette az ukrán nyelv használatát. Eddig legalábbis. Azonban a most kiszivárgott levél nyomán egyértelmű, hogy az ukrán hatalom már az egymás közötti kommunikációjukban is nyelvi gátat szab a magyar diákok számára. A Mi Hazánk ifjai felszólítja a külügyminisztériumot, hogy a leghatározottabban álljanak ki a kárpátaljai kisebbség védelmében. A háború árnyékában egyre fogyatkozó őshonos magyar kisebbségért minden nemzetközi fórumon szólaljanak föl, különösen a magyar nyelv használatának és a nemzeti jelképeink megóvása érdekében. Legfontosabb üzenetünk pedig az, hogy egyetlen egy magyar ember sem lehet másodrendű állampolgár a saját szülőhazájában.